Sziasztok, nagyon kellemes, szép napot nektek, örülök, hogy itt vagytok velünk, koncertóval együtt leszünk a segítségetekre, remélhetőleg úgy is lesz, hiszen egy nagyon szép állapotú Ford Focus-t fogunk megnézni, egy 1.6-os Eco Sport Euro 5-ös motorral rendelkező jármű, amiben összességében látjátok, 95 ezer kilométer van, egy teljesen újszerű, ez mind kívülről és ez mind belülről is nyugodtan állíthatom nektek, de ha rögtön így végignézegetjük ezeket az apró dolgokat, mint kormány vagy váltó, amivel szoktunk ugye operálni, sokszor ugye megkopik, és látható, hogy ugye teljesen tökéletes állapotú az összes ilyen kis apró részlet a járműben. De mit tud ez az autó még? Hát nézzük meg, hát először is ugye indítsuk be, van itt menetstabilizátor, ABS, amit láttatok, rögtön el is alud benne minden, kéziféknünket kiengedem, és akkor innentől kezdve tökéletesen mindenféle visszajelzésmentes ügye, ilyen probléma ügyileg. Van itt bordkompjúter bal kezünknél, zenevezérlő szintén a bal kezünknél, a zenénk, amit középen helyezkedik el, az egy gyári Ford márka, és 6000 CD felirat rajta díszelek, és még van AUX csatlakozó is, méghozzá onnan a kesztyűtartóból lehet hozzányutni. Manuális klíma az autóban, és nagyon kellemesen fűthető üléseink vannak, mind a kettőt kipróbáltam, bekapcsoltuk, iszonyatosan jól melegít, persze természetesen ezt ki lehet kapcsolni és kisebb fokozatra is lehet venni. És van itt szintén télire való jó kis nyalánkság, méghozzá szélvédő fűtés, nem csak hátul, hanem előre is üzemelhető egy ilyen dolog, és akkor nem kell állandóan vakargiálunk néhány perc alatt azonnal ugye, mint páraügyileg, mint pedig a jegesedést lehet szüntetni. Ötös a váltónk ugye, és króm díszítésekkel, két darab pohártartó, itt jobb kézfelől van nekem, ugye a gépkönyv, szervizkönyv, leírás, kódok, kulcskód, rádiókod, minden kód, és ugye friss műszakival fogjuk nektek ezt átadni, ezt az autót. Bal kéz felünknél, kézünknél szintén ilyen krómozott díszítéssel, két darab elektromos ablak és elektromos tükör, az ülés magasság ugye állítható, nagyon szép különben, teljes kopásmentes belső, és ugye állítható magasságú, ugye a kormányoszlop is. Nézzük meg az autó hátulját, ide is betekinthetünk, ugye oldaldégság, Feri és Peti kollégám szépen ide be vannak huppanva a hátsülésre, kényelmes lábtér, fejtámlák hátul is ugye, és függöny légzsákos is az autónk, itt van a jelzés. És akkor egy kicsit kívülről nézegessük meg. Egy ötajtós Ford Focus nézegetünk, amin gyári alufelnik vannak, nagyon szép állapotban, patkázásmentesen, és ami fontos, hogy a gumi márkája az Continental, és szerintem egy nagyon jó minőségű és jó állapotú gumiról van szó. Nincsenek parkolási sérülések rajta, tehát nincs megkaristolva, nincs meghúzva egyik oldala sem, sehol, ahol ugye sérülékeny lenne ugye városi autó esetében. Rajta kalaptartó itt fönt, alatta defektjavító készlet, és szerintem teljesen újszerű az belső tér. Másik oldalt is megmutatom nektek. Az oldalára felírták, hogy Eco Sport Euro 5-ös a motor, ami benne ketyerészik. Kötfényszórós, és ugye ránézésre látszik, hogy gyönyörű, tiszta, áttetsző, üvegezésű lámpák, amik ugye működnek is benne. Hát most a neheze, mert hogy ezt nekem ki kéne nyitnom. És ez ilyen kétkezes. Egyszer így, és egyszer visszafelé. Hát sajnos ezt csak így tudom megoldani, mert három kezűek előnyben. Tiszta, áttetsző tartály. A ventilátor már be is kapcsolt, mert járatjuk már egy órája ezt a kis autót, hogy hozzájussunk a videó felvételhez, mert hogy itt dolgozunk non-stop, aztán félbe kell hagyni a dolgokat. De igazából el is búcsúznék tőletek, gyertek be hozzánk az M3 autóparkba, nézegessétek meg ezt a gyönyörű szép ezüstmetár 2010-11. Havi Ford Focus-t, amin nagyon szép gumik vannak, két év friss műszaki, Euro 5-ös motor, és szinte új belső és külső részletek. Köszönöm, hogy itt voltatok, a viszontlátásra!